Zöld forradalom a közlekedésben, így is emlegetik az elektromos autókat, melyből egyre több van hazánkban is. Budapest-Bécs irányában már kiépítésre került egy töltőpont hálózat, és most arra a Balaton is felvillanyozódott. Ennek részeként elektromos töltőoszlopot adtak át Székesfehérváron. Ez a fejlesztés gyakorlatilag, ami része a Balaton felé vezető e-útvonalnak, az elektromos útvonalnak, tulajdonképpen a város számára azt jelenti, hogy megnyílt a lehetőség egy olyan környezetkímélő technológia használatára a városon belül, amelynek a károsanyag kibocsátása gyakorlatilag zéró. Az elektromos autót az érdeklődők a helyszínen kipróbálhatták, ezek a járművek mondhatni zajtalanul közlekednek. Ma még kevés ilyen autó közlekedik az utakon, de elterjedésüket akár különböző kedvezményekkel ösztönözni is lehet. Meg kell vizsgálni minden olyan lehetőséget, hogy hogy tudjuk ennek a technológiának az elterjedését ösztönözni. Ez a közgyűlés előtt téma lesz. Én azt hiszem, hogy talán a parkolás megkönnyítésével lehet elkezdeni ezt a fajta támogatást. Az új elektromos töltőoszlop a Jancsár Hotel előtt került kialakításra. Egy-egy ilyen autó jelenleg egy töltéssel 100 kilométeres távolságot tud megtenni. A költségek tekintetében pedig elmondható, hogy egy töltés díja nagyságrendileg 800 és 1000 forint körül mozog.